Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, Valheim sorozata. És bele is vágunk egy újabb világba, mert úgy gondoltam, hogy az lesz a jobbik döntés, hogyha előről kezdem azt a világot. Nem azt a világot, egy másik világot. Paf! Így. És akkor ennek a sorozatnak az első része az olyan lesz, amiben már láthattok mindent. Jej, szakad az eső. Nem, úgy tűnik eláll. Remélem ez a videó nem fog úgy akadni, mert a múltkori videó az eléggé akadt. Azóta változtattam egy-két dolgot. És nem is a videóvágás okozta, hanem az okozta, hogy ahogy fölvettem. És nem a játék akadt, hanem szimplán a videóanyag maga lett olyan akadós. Elméletileg most nem kell neki, de majd aztán kiderül. Ó, itt vannak méhek. Lehetne azt is egyébként, hogy elfoglalunk egy ilyen építményt. Gyere, lerendezlek. Kiütve. Skill improved. Running. Skill improved. Ugrálás. Ezt vissza lehetne akár építeni szerintem. Az is ott egy... Igen, ott is méhek vannak. Hát akkor nem akarok velük foglalkozni. Nem tudom, hogy a méhek mennyire bántanak. Na viszont, craftolgassunk. Egy klubot mindenképp craftolok. Ez jó lesz fegyverként. Gyere, madárka, magyarázd el nekem, hogy mi van. Jaj, tudom, tényleg valahol van egy oltár. Rá kell nyomnom arra a sziklára ott, és akkor jelezni fogja a térkép, hogy hol van az első boss. Itt van nem messze. Ha jól láttam, erre felé? Nem, picit arra felé. Akkor igazából jó irányba indultam el. Eredetileg is, közben köveket szedjük fel. Mennyi követ adott. Ez miért adott ennyi követ? Úgy jóval több kő van, mint azon a helyen, amikor múltkor kezdtem. Ahol múltkor kezdtem. Most jobban rá fogunk készülni egyébként arra, hogy azt az első bosst elintézzük. Bár az adja, ha jól tudom, a pickaxe-et. És nem olyan nagy gond egyébként, hogyha azt megszerezzük viszonylag hamar. Ó, Dandelion. Ezek nem tudom, mit adnak a Dandelionok. De jó lesz. Felszedjük azt is. Rengeteg kövünk lett. Rengeteg kövünk lett. Sokkal több, mint amit múltkor gyűjtöttem szerintem az egész videó alatt. Gyorsan kiütünk pár bokrot. Mennyi kell hozzá? A hammer már lehetne, de nekem ez kell. 5, 2 még pluszban. Aztán... Hopp, itt van az a lény. Grayling, azt hiszem, az volt a neve. Stonex. Gyere rám! Paf, nagyon jó, vágjunk még fát. Az helyzet egyébként, valahol a parton szeretnék elhelyezkedni. Mert hogyha majd hajókat készítünk, akkor hogy a parton legyen már alapból a házikom. Én hangja van. Tökre tetszik, ahogy a fát megoldották, hogy ennyire ilyen ténylegesen éreztetik veled, hogy súlya van. Jéj! Ezt is még beütögetjük, és akkor lesz elég fánk igazából. Most egy időre lesz elég fánk. Van elég kövünk is. Egy embert is készítünk. Morcos hangok jönnek össze-vissza. Nem kell a tutorialod. Itt disznó. Ő eléggé akadósan volt az, hogy neki mentem, de legalább elkaptam. Húst adott? Nem adott húst. Jaj, de lehet nem ezzel kéne leütnem. Így. Sneakyben. Mondom, sneakyben. Észel innen te. Olyan combost kapsz. Éppen disznóra vadászok. Hol van? Gyere ide! Úgy. Adjál húst! Nem adott megint. Egyébként tökre lehetne itt. Ez egy elég cool helynek tűnik. Ez a folyó vajon kivezet a...
tengerre. És itt van a boss fightunk is. Jó, ledumálom vele. Jó, le lett dumálva. Vannak őzikék. Ó, ez nekem úgy tűnik, hogy kivezet. Megnézzük, várjatok, megnézzük. Szedünk, ó, itt úgyis van ilyen raspberry. És akkor lehetne a kikötőnk itt. 8-as, úgy, vegyünk picit. Lehetne a kikötőnk itt, és ott feljebb egy picit ott az első ilyen kis építményünk. Igen, kivezet. Most már látom. Most már biztosan látom. Ez arra kivezet, szóval az a rész, amit ott előbb láttunk, az egy tök jó pofa hely lenne. Oda el is kezdek szerintem építkezni, az jó lesz nekünk ott. Lehetséges egyébként, hogy tökre nem éri meg odaépítkezni, mert nincs elég hely, vagy nem fér el a hajó, amit tudunk így készíteni. De nem baj, erre majd rájövök később. Illetve írjátok meg a komment szekcióba, hogyha több tapasztalattal rendelkeztek, és úgy gondoljátok, hogy ez a hely nem jó, akkor még igazából nem fogunk olyan nagyon nagy durva dolgokat építeni, szóval még lesz esélyünk ezen változtatni. Hogy mégse itt leszünk. Aj, stamina, gyere vissza. De ez nekem ez tetszik, ez a plac itt. Mondjuk nem olyan lapos, de jó pofa. Közben voltak furcsa akadások, meg nem működött olyan jól a játék, mint ahogy kellett volna neki. Nem tudom, hogy észreveszitek-e most így a játék működésén. Rájöttem, hogy ilyen... Ugye egy laptopot használok arra, hogy játszak, meg felvegyem a videót. És ilyen, minek nevezik, ilyen energiatakarékos üzemmódban volt. Nem annyira tetszett neki mondhatni a játék úgy, hogy közben így a processzora az ilyen... Jobb esetben talán 30%-on működött. Most sokkal jobb. Csodálkoztam is, mert egyébként most SSD-re átraktam a játékot, hogy jobban működjön, hogy a felvételben ne zavarjon annyira bele, tehát igyekszem minél jobban, hogy a felvétel minél jobb legyen. És rosszabbul működött, mint múltkor, és ilyen, ez ilyen, kicsit ilyen fura volt az egész. Nem így kéne történnie. Na szóval, nekünk kell egy ilyen workbench, ami kinda fura nekem, abban a szempontból, hogy ennek viszont kell egy tető. Ami nagyon jó, de nem tudsz tetőt építeni, ameddig nincs workbenched. Na és ilyen wood pole-okat akartam lehelyezni. Igen, és akkor erre rárakni majd az épületünket. Hogy legyen, hogy ne legyen valami unalmas az épület, legyen magasabban. Igen, egyiket ide helyezzük. Ez mondjuk meg így sem lesz elég ugyanolyan magas. Ezek kindba ilyen gondban leszek ezzel a magassággal itt, én úgy érzem. Mindegy. Ez a kezdő magasságunk. Amire nem tudok felugrani. Nem kell feltétlenül felugranunk. Sőt, jobb is, ha nem ugrunk fel. Nem jobb klik. Bal klik. Oké. Még megépítjük ilyen hosszúságra. Alá tudom-e rakni? Ó, ezzel forgatom. Nem forgatni akarom. Váltsuk át. Ráközelíteni így. És akkor várjátok, és ha így rakom. Úgy. Jó. Hát nem lesz a legjobb épület, mint amit valaha láttatok szerintem, de nem is lesz olyan borzalmas, mint az előző. Milyen lépcső van még? Wood, leather, meg stair. Jó, hát a leather az nem lépcső. Szóval ez marad. Aha, örülök, hogy belerakhatom a földön, mert különben gondos lenne. És erre hátra fogjuk kivezetni. Emlékeztek, amikor mondtam, hogy nem fogunk túl nagy épületet építeni. Hát úgy tűnik mégis valamilyen szinten. Hát, tudjátok mit? Így, ez az épületünk. Ez az épületünk alapja, ez túl kicsi. Ez túl nagy. Megoldjuk. Mondom, megoldjuk. Nem lehetne, hogy így alá helyezed? Igen, így szeretném, csak
oda valamiért oda áll. Szóval nagyon jó. Így. Jó, így van egy alapja. Nem tudom, mennyire támadnak egyébként szörnyek az épületünkre. Remélem nem nagyon, mert... hát ez nem egy biztos alap. Ahogy én így meglátom. Tudunk ablakot készíteni? Na. Most hova tűnt? Ki tudom választani a semmit? Az jó. Mindegy, az ajtó az biztos, hogy itt lesz. Múltkor az ajtót valahogy sikerült rosszul lehelyeznem. Túl kívülre rakta, vagy nem tudom. Na várjatok, rakunk egy falat ide. Így. Nincs elég fám. Akkor vágok még fát. Beszélj, madárka. Jó. Too hard. Lol, a birchfát nem tudod kivágni. Most nem jut eszembe, hogy mire fordítod azt. Aj, mi annak a fehér falnak a neve? Aj, tönkrement ez a cuccom. Itt meg tudnánk javítani, de nincs felette tető. Szóval akkor készítünk egy újat. Ezt a tetős dolgot elengedhetnék. Annyira szerintem nem fontos, hogy legyen egy workbench-en fölött tető. Nem tudom, mit gondoltok erről. Lehet, hogy én csinálok valamit rosszul, és amiatt nem haladok vele annyira jól, hogy az első itemem az így rendben legyen. Lehet, egy picit nagy kuckót építek. Az a probléma, az lehet a probléma, hogy egy picit nagy kuckót építek. Romboldd azt a fát! Minél több fám legyen. Kíváncsi vagyok, a skillek azok nincs. Aha, de leírja azért, hogy miket növelnek. Itt szám szerint nem, de leírja így nagyjából összefoglalva. Kíváncsi voltam, hogy egy-egy szinttel, hogyha fejlődsz, akkor az mit növel, és... Viszonylag elég egyértelmű, de részleteket akartam tudni, hogy hány százalékkal növeli meg hasonlók. Átváltunk erre. Jött ide egy ajtó. Oda. Úgy. Így. Nagyon jó. És akkor most... Rakunk ide egyet. Oda egyet. Oda is megy egy. A belmagasság, rájöttem, ha mindenig azt tudunk rakni, ilyet, halfot, és akkor erre tudunk tetőt rakni. És akkor nem lesz olyan magas, mint ami múltkor volt, de igen, olcsóbb lesz viszont. Mert nem kerül annyira fába az a másik fajta magasságos dolog. Olyan jó dolgokat láttam, hogy miket építenek emberek, elképesztő. Nagyon durva, hogy miket tudnak emberek összehozni egy-egy játékban. Oké, amire szükségünk lesz, kezd beesteledni, ahogy nézem. Kell egy ágy nekünk. Melyik az alja és melyik a teteje vajon? Oké, nem számít. De berakjuk a szélére. Paf. Kell egy tűzhely nekünk. Nem szeretném teljesen az út közepébe. Szóval, ha ide rakom. Ide raknám. Mi hiányzik? Invalid placement. Excuse you. Oda le tudom rakni. Ez itt valami változott? Na várjatok. Válaszunk ki valami teljesen más eszközt. Beds needs a roof. Yes. Viszont... akkor már nem kettős hely? Jól sejtem? Tehát, hogy akkor már nem kettős hely nekünk, hogy... Tudjátok, mi jutott eszembe? Mi lenne, hogyha viszont... Ez mi? Wood wall. Aha, ez ilyen sarokfal. Sarokfal. Gyerünk, átjutok. Úgy. És jön a sötétség nagyban, de viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy ezt az oldalt ilyen rövidebbre engednénk, így. Na, csak sikerül felugranom. Úgy.
Tehát ez az oldal ilyen rövid. Most tudok aludni vajon? Bed needs nearby fire. Az jó. Tudjátok mi lehet? Lehet tető kell ennek is fölé. Oké, akkor ezt tudjuk így folytatni? Tudjuk folytatni. Missing. Kifogytam a fából. Pont egy fa híján. Várjátok, mondjuk lehet ez így pont elegendő nekünk. Nem, mert ehhez is fa kell. Érdekes egyébként, hogy nem tudom elővenni a fákját. A torcsot. Azt hiszem fákja. Hű az, amikor az ember elfelejt magyarul beszélni. Igen, fákja kell, hogy legyen. Szóval... Érdekes, hogy nem bírom elővenni, miközben minden máshoz meg tudom használni. Te mit magyarázol most? Ja, jó, a temperature-ről. Kidőlt fa. És nem vagy fehér. Jaj, a stamina. Oké, ha valamivel gond lesz, az, hogy nem tudok visszamenni föl. Mert olyan... Húj, de megijedtem tőled. Jó, annyira nem ijedtem meg, de hogy így... Meglepett a jelenléte. Hol van a... szobám? Vagy szobám? Kis házikom. Végig kell fölfele ugrálni. Mindegy, majd később majd arra gondoltam, építhetnénk egy lépcsőt ide. Egy lépcsőt, ami egészen lemegy lentre. Az ötössel ezt elrakjuk. Ezt becsukjuk. Négyes. Nem, ezt a tűzhelyet még mindig nem tudom lerakni. Which is kinda sad. Ezt itt be tudom helyezni? Mondjuk így, hogy nem látom, hogy mi történik ott éppen. De nem is akartam odarakni. Ezt tegyük fel. Így. Invalid placement. De miért? Így. Így van fényem. Ez igen. Ez nem felemen meg annak, amire nekünk nincs szükség. Lehet, hogy nem számít elég tetőnek ez a tető rész még egyelőre. Oké, akkor abban az esetben... Ezt ide tudom rakni? Igen, oda tudom rakni. Ahogy tudtam, hogy félre fogsz menni. Ahogy tudtam. Na vár. Repair. Nem repairelni szeretném. Removalni így. Na, próbáljuk meg újra. Most jó helyen vagy? Most jó helyen vagy. Nagyon jó. Oké. Ezt be tudom odailleszteni? Vagy ide inkább itt látok is még. Oh, micsoda helyezés! You could eat another bite. Igen, ennék ha lenne. Ennek így kéne oda pattannia. Így be is tudtam rakni. Jó. Most itt is van shelterünk. Nem, így sem tudom lerakni, pedig eléggé tetőnek tűnik nekem ez a tető. Na van, tudjátok mit? Akkor befejezzük az épületet, azt nem alszunk. Most valahogy fel kéne mennem. Aj, megint kifogytunk a fából. Miért is lenne elegendő, igazad van? Hú, de sokáig fog ezt tartani. Viszont nem lefele megyek, hanem itt leszek fönt, és akkor itt fogok fát vágni.
Föl a fa, és nem látom merre. Jó. Jó, megvan, hogy merre döltek. Jaj, tudok használni ilyet is. Elfelejtem. Jaj, ez a stamina. Kéne szerezni kaját. Gondoltam, majd gyorsban megépítem a kis kunyhómat. És aztán majd utána. De megint úgy tűnik, egy picit elméreteztem azt a kunyhót. Ne gurulj le nagyon, léci! Új. Pár fát szerintem elintéztem ezzel. Nem baj, maradunk itt fönt. Ezeket kiszedem. Ah, nem, ezzel most nem foglalkozok. Ezt tüssük szét. Megint tönkrement. Jesus Christ. Következő, hogy egy workbench-et be fogok építeni bentre, hogy meg tudjuk javítgatni. Az kicsit költséges az, hogy mindig minden egyes alkalommal újat csinálni. Mintha nem tudnánk pótolni azt a nyersanyag mennyiséget, de mennyivel jobb lenne, hogyha nem kéne. 36 darab fánk van. Ennyi már csak elegendő lesz egyébként befejezni valamilyen szinten. Azt add ide. Volt egy fa. Gondolom, amit lebontottam. Cucc. Jó, erről leváltunk, benyitunk, becsukjuk. Na szóval. Ez a tető így lesz. Fel kell menni erre a tetőre. Gyertek, valahol építünk egy létrát. Erre az oldalra. Így. Számít, hogy néz ki az a létre, úgyis le fogom bontani. Csak ameddig itt építkezünk. Bújni. Nagyon jó. Eljutottunk a második naphoz. Mert nem lettem kész az épületünkkel. A baj, ez most már ide bekerül. Lehetőleg úgy, hogy ne bugzódjon át a falon mögötte, de legyen mindig közelebb hozzá. Nagyon jó. És most már van egy workbenchünk. Tak, 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 tak. Minden megjavítva. Van egy workbenchünk bent. Azt a kintit, ezt lebontjuk. Így. Kapunk vissza belőle fát. Hát figyeljetek, most eddig jutottunk. Aztán majd a következő részben folytatjuk, hogy befejezzük ezt a gyönyörű kis épületet. Lehet, hogy a videón kívül egy picit még fát termelek, hogy legyen miből befejeznünk, és ne kelljen azzal teljen az idő, hogy fát vágok. Szóval, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha nem tetszett, diszlájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, érdekel további tartalom tőlem, és sziasztok!